A Help Nonprofit Kft. Foglalkoztatás bővítése beadott nyertes pályázata munkahelyteremtő beruházást segít. Újabb 11 megváltozott munkaképességű és autista fiatalnak biztosít majd megélhetést. Az Ady Endre úti épület átalakítása megkezdődött. Az épületnek a hátsó részében lesz egy átalakítás, újjáépítése az épület traktusának, és egy újabb üzemrész beindítása. Itt egy sörfőző, házi sörfőző üzemrész fog működni, remélhetőleg sokak örömére, és az autista fiatalok és a megváltozott munkaképességűek együtt fognak itt dolgozni. Az épület hátsó részén egy emeletráépítés vagy tetőtér ráépítés fog történni, és az a földszinti részen pedig üzemrészt alakítunk ki. Ezzel párhuzamosan az Eső Emberekért Egyesület is beruház, ez a Somogyi Béla úton történik, ahol szintén megkezdődött az építkezés, és ott egy salátakiszerelő üzemet és péksütemény előállítás üzemrészt fogunk szintén autista és megváltozott munkaképességűek számára létrehozni, és itt 19 fő lesz a foglalkoztatottak számának bővülése. Hogyha nagy szerencsénk van, és finanszírozási befogadást kap mind az két társaság a bértámogatási rendszerbe. Jelenleg ezért egy erős lobby tevékenység zajlik. A munkálatok várhatóan őszre fejeződnek be, de az építkezés ideje alatt is dolgoznak a Kft. Ady Endre úti üzemében. Jelenleg 50 fővel működik a Kft., ebből 38 fő megváltozott munkaképességű dolgozónk van. Két foglalkoztatóban folyik a foglalkoztatás, bedolgozói munkákat végzünk. Leginkább nyomdáknak és ilyen divat dolgokat, bizsukat, szemüvegeket tisztítunk, bliszterezünk, címkézünk, stb. Illetve van egy 400 négyzetméteres fóliasátrunk, ahol most már elindult a palánták árusítása, elkezdtük beültetni az új palántáinkat, tehát itt is majd árulni fogjuk a gyümölcseinket vagy zöldségeinket.